400.000-ére fogadja. A 700.000. ügyfél azért jött a győri kormányablakba, hogy elintézze, interneten is jogosult legyen a hivatalos dolgait lebonyolítani. Ügyfélkapu regisztráció, illetve ezeknek a pontosításai, ezek voltak a fő témák, amikről beszélgettünk. Lehetőleg ezt sikerült egyenesbe tenni. Igen. Mennyit kellett várni? Nem kellett igazán sokat várakoznom, úgyhogy... Lassan 3 éve működnek kormányablakok Magyarországon, jól vizsgázott az eddigi rendszer. Október 1-től Győrben szeretnénk megindítani a legnagyobb kormányablakot, de ez még csak egy elképzelés, ami azt jelenti, hogy valamikor az elkövetkezendő egy évben, 2014-ben mind a 16 ponton meg fog jelenni ez az új típusú ügyintézés. Tehát a jövő év erről fog szólni, és Győr-Moson Sopron-megyében folyamatosan értesítve a lakosságot fogjuk kialakítani az új rendszert. Az országos hálózat október 1-től kezdi meg működését, 2500 fajta ügyet intézhetünk majd, Győr-Moson-Sopron megyében 16 hivatal nyílik, az épületek elkészültek és a tisztviselők képzése hamarosan befejeződik. A legnagyobb ügyforgalmat intéző ügyintézői helyszínek az okmányirodák. Nem véletlen, hogy ennek a bázisára építjük a kormányablak rendszert. Most az okmányirodák nagyjából 1 tucat ügyet intéznek, személyi okmányok, gépjárművel kapcsolatos ügyintézés, és ez fog fölemelkedni majd 2500-ra. A kormányablakokban az ügyfelek elégedettségét is folyamatosan mérik, akiknek 98%-a jónak tartja a szolgáltatások színvonalát.